3, 2, 1, start! Mind nagyon jó, mind nagyon érdekes. Nagyon klassz minden, szuper. Nem tudok olyat mondani, nekem nem volt újdonság, nekem az egész az egy fantasztikus élmény. Nagyon jó hangulatú ez a rendezvény, azt gondolom, hogy sok ilyenre lenne szükség. Összehozza az embereket, összehozza a szakmát, összehozza az érdeklődőket, ki tudnak jönni, itt vannak eszközök, meg tudják nézni, kézben tudja tartani. Amíg a 20. század az autóké volt, sokak szerint a 21-et a drónok hódítják majd meg. Ez nem is lehetetlen elnézve a versenyzők és az érdeklődők számát az idei 5. drónhangeri találkozón. Ahogy a magyar drónkultúra fejlődik, úgy a hozzá kapcsolódó rendezvények is. Míg 2 éve ugyanitt 22 pilóta versenyzett, idén már 70-en regisztráltak a látványos versenyszámokra. Két kategóriánk van idén, az egyik az FPV kategória, ami egy 250-es drón kategória. Igazság szerint róluk annyit kell tudni, hogy ők talán a jövő Forma 1-e. Borzasztó gyorsan mennek, eszméletlen jól néz ki, nagyon jó show, és törnek is, és zúzzák is őket rendesen, a pilóták mennek neki a kapunak, stb. A második versenyszámunk viszont a piramis emelés. Itt egy műanyag piramist kell a pilótáknak fölkapni a drónjukkal, és egy zászlót megkerülve visszaérkezni egy pontra, és ott letenni a piramist, majd leszállni a géppel mellé. Ez időre megy, aki a leggyorsabban teljesíti, nyilván őt díjazzuk. Úgynevezett FPV versenyen 3 hibátlan kört kellett megtenni, minél gyorsabban szlalomozva a zászlók és a kapuk között. Aki egyet kihagyott, az visszament pótolni, nehogy diszkvalifikálják. Nem csak ez, a túlfordulás is idővesztést okozott. Egy szemüvegen keresztül irányítjuk a gépet. A gép elején van egy kamera, annak van egy videóadója. Ez lesugározza a képet a szemüvegbe. Ennek is van egy antennája, egy vevő benne, és van egy kijelző, illetve egy lencse, hogy lássam a kijelzőt. És a kijelzőben ezt a kameraképet látom, és ezen keresztül irányítom, és ez egy viszonylag szélesebb látószögű lencse, így látom az egész, de olyan érzés, mintha benne ülnénk. De a 250-es nevezési szám terjedt el, és az a 250 azt jelenti, hogy a motoroknak, a szemben lévő motoroknak a távolság az 250 mm körülbelül. Ez adja ki szerintem a legjobb teljesítmény-súly arányt, mert hogyha nagyobb a gép, akkor egy kicsit nagyobb a súlya is, viszont akkor nagyobb akkumulátor kell, hogy bírja a nagyobb súlyt, de az a nagyobb akkumulátor nagyobb súlyú, és így tovább, felfelé nem lehet menni. Lefelé viszont azért nem jó menni, mert hogyha kisebb az egész gép, kisebb az akkumulátor, nem tud olyan teljesítményt. Hogyha kisebb a súly, akkor hamarabb elfúj a szél, ilyesmi. A rendezvényen a versenyszámok mellett volt szabad repülés, 3D-s helikopter bemutató, és persze rengeteg kiállító. Itt van minden érdekes, az egész rendezvény sorozat, lehet úgy mondani, mert minden évben van egy ilyen rendezvény, ez már az 5. alkalom, ami vagyok elsőre. Igen, sok érdekes dolog van, sok embert meg lehet ismerni, akár úgymond a dróntársakkal együtt összejövetel, úgyhogy nagyon jó szerintem. A drón használat egyre népszerűbb, hiszen maguk a gépek rendkívül gyorsan fejlődnek. Egy-egy modell akár 3-4 havonta is megújulhat. Aki nem versenyzésre használná a koptert, az is számtalan technológiai és árkategóriában vásárolhat ready to fly, azaz repülésre kész eszközöket.
Manapság már úgy van, hogy be van építve a kamera, tehát ahogy mondjuk itt is látjuk rajta, egy integrált kamera van benne, illetve van egy ilyen kamera stabilizátor, ami mindig fixen tartja a kamerát. Két távirányítóval lehet irányítani, mert van egy a pilótának is, illetve van egy az operatőrnek is, és akkor mind a kettőknek külön-külön kamerája van. Ez a pici is egy kamera rajta, amit a pilóta lát, és akkor ez alapján tudja irányítani. Az 5. drónhangeri találkozó a Ferihegyi, azaz a Liszt Ferenc repülőtér légvédelmi zónájában zajlott. A rendezvény napjára eseti légteret kellett kérni a Magyar Légügyi Hivataltól és a Hungarokontrolltól, amelyben a drónpilóták országos egyesülete segített. Magyarországon jelenleg zárt légtérben lehet drónt repültetni. A zárt légtér használatához először is szükséges egy légitevékenységi engedély, aminek 3 hét az átfutási ideje. Emellett már meg lehet igényelni a légteret, ez szintén 3 hét, de egyszer adom be, akkor 3 hét alatt ez is megvan, és ha ez nem érint olyan helyet, ahol esetleg még úgynevezett kockázatelemzést is el kell készíteni, akkor ez alatt a 3 hét alatt ez véghez érhető. A hosszú procedúra több okból is gondot okoz, de elsősorban az előre kiszámíthatatlan időjárás indokolja, hogy egyszerűbb, átláthatóbb legyen az engedélyeztetés. Születik most egy szabályozás, sokkal megengedőbb lesz, munkafolyamatban van, és a biztosítókkal is a Magyar Nemzeti Drónszövetség tárgyalásokat folytat, tehát egy teljes mértékben kerekasztal beszélgetésben vagyunk a MABIS-szal, a Fejlesztési Minisztérium munkájába segítőként részt veszünk, és talán remélhetőleg sokkal könnyebb lesz hamarosan akár kereskedelmi céllal, akár hobbistaként ezt a technológiát úgy használni, hogy munka és sport és öröm és bármi más. Mivel a legtöbb balesetet az emberi tudatlanság okozza, a drónszakma azt is szeretné, ha reptetés előtt minden koptervásárlónak vizsgáznia kellene, akár az autó vagy a motor vezetésnél. Tervük, hogy az alapszintű oktatás után minden tulajdonos jól ismerje és biztonsággal reptethesse drónját. Ha sikerül a szabályozás és az oktatás módszertanát kidolgozni, akkor a Magyar Nemzeti Drónszövetség úttörő munkát végez a Nemzetközi Dróntársadalom számára is. De addig azért még lesz pár látványos találkozó. Idén is még a nyár végén tervezünk egy hasonló rendezvényt. Valószínű, hogy ugyanitt ezen a helyszínen fogjuk megrendezni, hiszen itt alapból van egy olyan biztonsági rendszer, ugye a kerítés, ami nekünk ugye nagyon sokat jelent, hiszen ugye egy ilyen rendezvény létrehozásához ez egy alapfeltétel. A rendezők nyár végén az utolsó iskolamentes vasárnapra, augusztus 28-ára várják a versenyzőket és a nézelődőket ide, a Budapest Model City területére.